Sziasztok! Németh Gábor vagyok, és ma egy olyan fantasztikus kártyatükköt hoztam nektek, amelyben megmutatom, hogy mi a különbség a kezdő, a haladó és a profi bűvész között. Tartsatok velem ma is! Először is szeretnék köszönetet mondani a Superfly-nak, a Kárpát építőnek és a Saxo London csapatának, hogy segítenek nekem abba, hogy alkalomról alkalomra új részekkel kedveskedjek nektek. Nézzük, hogy is néz ki a mai mutatvány. Most megmutatom, hogy mi a különbség a kezdő, a haladó és a profi bűvész között. Egy csettintésre igazából megjelenik három kártyalap, a Pik-Ász, a Pik-2-es és a Pik-3-as, ezek fognak nekem segíteni abba, hogy megmutassam a különbséget. Mindegyiket el fogjuk takarni néhány kártyalappal. Így, 2-est is, és végül a 3-ast is. Most jön a neheze. Nem csak, hogy eltakartam őket, hanem véletlenszerűen be is helyezem valahova minden egyes kártyalapot úgy, hogy fogalmam se legyen arról, hogy hol van. Így már teljes a káosz. Ha most egy kezdőbűvész lennék, akkor kéne használnom valami segédeszközt, egy varázspálcát, amit ha megpörgetek és rácsapok a csomagra, akkor egyetlen egy kártyalap meg fog fordulni, ami nem más, mint a Pik-Ász. Várjál. Ja nem. Igazából azért nem, mert egy kezdőbűvész sose tudja elsőre megtalálni a kártyalapot, hanem neki egy jelzőkártya jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a 7. kártyalap lesz a Pik-Ász. Figyelj! 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Megjelent a Pik-Ász. Na most, ha haladó bűvész vagy, aki egy picit egyszerűbb a dolgod, mert akkor elég csak egy csettintés, és már megtörténik a csoda, és megfordult a 2-es. A haladó bűvészek nyilvánvalóan egyből meg tudják már találni a kiválasztott kártyalapot. De hogyha igazán profi bűvész vagy, akkor nem kell kézügyesség, nem kell semmi. Egyszerűen csak ki kell mondanod, hogy melyik az a kártyalap, amelyiket keresed. Tehát amelyiket én most keresem, az nem más, mint a Pik-3-as. Elég lebetűznem. Figyelj! A, P, I, K, K, T, A, R, M, A, S. És megjelent a Pik-3-as is. Menjünk végig azon, hogy hogy is néz ki ez a trükk valójában. Szóval, egy icipici setup van az egészben. Az méghozzá az, hogy a 7-est azt megfordítod lefelé, ellentétes irányba az összes többi kártyalappal, és ez van a csomag alján. Ugyanett kell rá, hogy ez ne látszódjon. A három kártyalapot, az 1-est, a 2-est, illetve a 3-ast, azt kijelzed ide. Igazából nincs jelentőség annak, hogy milyen kártyalapokkal használsz. Az egyszerűség kedvéért most a Pik-Ász, Pik-2-es, illetve a Pik-3-ast fogom használni. Amire viszont figyelni kell, az, hogy hogy kevered el a kártyákat. Az ászra 9 darab kártyalapot kell rakni. Ezt ügyesen le kell számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. A 9 darab kártyalapot ráhelyezed az ászra. Utána egy hamis emelést kell csinálnod, ugyanis nem a legtetejét fogod rárakni a 2-esre, hanem az alját kell ráraknod, ahol ott van a megfordított kártyalap. Ezt a legegyszerűbben a swing cut-tal tudod megcsinálni, amit már mutattam egy videóban. A swing cut úgy néz ki, hogy jobb kezedben fogod a csomagot, a középső, illetve a hüvelyk ujjaddal a jobb oldalán. Majd a mutató ujjaddal felemeled a csomagnak nagyjából a felét, és ezt átveszed a bal kezedbe. Ezután, ha ezt nagyon gyorsan tudod csinálni, akkor utána a maradékot azt oda kell kocogtatnod nagyjából ide a feléhez, mert ezáltal meg tudod téveszteni a nézőt, aki egy pillanatra mondjuk nem figyel, mint hogyha csak ennyit csinálnál és leraknád valósan a legtetejét, holott igazából te már elemelted és a legalját rakod le. Ugyanis a 2-esre kell rákerülnie a 7-esnek. Ha ezzel készen vagy, a maradékot pedig ráhelyezheted a 3-asra. Na most, ha ezzel megvagy, akkor kinyitod ezt a kártyát, amik az ászon vannak, és alulról az 1, 2, 3. hely után rakod be képpen lefele az ászt. Ezt mind úgy kell megcsinálni, hogy teljesen véletlenszerűen raknád be bárhova. Figyelned kell, ugyanis a 2-est az ász csomagjának a tetejére kell ráraknod, képpen lefele, majd arra rakod rá azt a csomagot, amin a 7-es is rajta van. Ez fogja azt eredményezni, hogy az 1, 2, ez fogja azt eredményezni, hogy a 7. kártyalap lesz majd az ász. Utána a 3-ast rá kell raknod a saját csomagjának a tetejére, majd az egészet egybeemeled. Most igazából jön a
sztori része, amikor igazából bullshit-elsz mindenkinek, és elmagyarázod, hogy új, a kezdő, profi, amatőr, akármilyen bűvészek között mi a különbség. Valójában igazából, mivel már maga a trükk nagyjából készen is van, ezért nem kell más csinálnod, mint követned a következő lépéseket. Előveszem mondjuk egy varázspálcát, megpörgeted az ujjat körül, rácsapsz, mondasz valamit, ungabungázol, bármit csinálhatsz, megszorhatod sóval, teljesen mindegy, ez a te saját ízlésednek megfelelően fog történni, és meg fog fordulni egyetlen egy kártyalap, ami nyilvánvalóan a választott kártyalap helyett a hetes, amit mi megfordítottunk. Amire figyelned kell, hogy a hetest fölrakod, tehát hetesen elválasztod, és az lesz az egyik csomagnak a tetején, és a másik csomag, ami a hetes fölött volt, azt meg kell fordítanod. Erre azért van szükség, mert utána a hetest rá fogjuk rakni, mert ez mondja, hogy a hetedik kártyalap. Igen ám, de itt van egy icipici csalás, ugyanis ha emlékszel, a hetes alatt ott van a kettes. Úgyhogy most egyszerre két kártyalapot kell ráhelyezned a hatosra egybefogva. Tehát a kettest és a hetest ráhelyezed. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy a sarkainál, itt hátul, jobb alsó sarkánál, hogy egy ujjaddal lepörgeted addig, amíg kettő darab kártyalapot fogsz egybe, és hátulról óvatosan látod, hogy kettőt vagy, érzed, hogy két darab kártyalap van, fölemeled, és egybe lerakod a hetest. Innentől számítva forgatod fel a kártyalapokat, és a hetedik lesz az ász. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam! És a hetedik kártyalap. Na most, az összes többit is megfordítod, és rárakod. Azért, mert a duplát emeltél, és a dupla kártyát raktad rá hetessel, ezért már meg van fordulva a következő kártyalap, amik nem más, mint a pik 2-es. Tehát most kvázi megfordítod, és mondod, hogy a haladó bűvésznek már nem kellenek segédkártyák, amik megmondják, hogy hol van a kártyalap. Neki elég egy csettintés, és BAM! Megjelenik az ő kártyája. Itt is arra kell ügyelned, hogy ahol megjelent, azt a csomagrészt egybe tolod, majd rárakod az egésznek a tetejére. Itt a pik 3-as, az fölülről a 11. kártyalap lesz. Ezt majd később elmondom, hogy miért. De higgyetek nekem, ha ezt a szekvenciát követitek, akkor mindig fölülről a 11. kártyalap lesz a pik 3-as. És én itt nem akartam, hogy most azt mondjam, hogy jó, hát profi bűvész, az tudja, hogy mit tenni, hányadik helyen áll a csomagban, hanem azt szerintem sokkal menőbb, hogyha lebetűzöd. És mondod, hogy a pik 3-ast kell megtalálni. Tehát a P-I-K-K H-A-R-M-A-S. Ugyanis ez pont 11 betű, és megvan a pik 3-as is. Szóval, hogy miért lesz 11. helyen a pik 3-as? Ez egy nagyon jó kérdés. Azért, mert igazából, amikor megvan a stack, akkor 9 lapot raksz erre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab kártyalapot raksz rá. Erre rárakod a 10. kártyalapot, ami le van fordítva. Majd erre rárakod a többit. És igazából itt 9 van. Itt meg van fordítva egy kártyalap, ez lesz a 10., mert ezeket ki fogjuk majd venni belőle. És ha figyeled, akkor ezt berakod a 3. helyre, ami igazából irreleváns, mert ki lesz majd véve ebből. Tehát itt van 9. Rárakod, erre rájön a 10. kártyalap. És mivel ezt a tetejére rakod vissza ennek a csomagnak, ezért itt 10 darab kártyalap fog rákerülni. Ugyanis ha most megnézed, mi történik, akkor először itt van a 7-es, felfordítod, duplát leraksz, majd számolod le, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom, 7, rárakod az egészet, utána kinyitod, itt van a 2-es, de elemeled, és mivel fordítva raktuk rá, tehát hogy a illet rárakva, ezért a 7-es az a 2-es alatt lesz, kvázi tényleg az van, hogy az a 10 lap, ami ráment a pik 3-asra, az most felette lesz, tehát innentől kezdve mindig a 11. kártyalap lesz. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bum, 11. Szóval igazából attól függően tudod beállítani, hogy hányadik kártyalap lesz, hogy az elején az ászra hány kártyalapot raksz. Ha mondjuk 6-ost raksz és nem 7-est, akkor nem kell az O betűd, hogy O, pik 3-as, hanem egyszerűen csak pik 3-as is le tudod betűzni, és akkor mondjuk 6-os van a csomagnak az alján, nem pedig 7-es. Ez egyéni ízlés kérdése. Igazából túl sok jelentősége nincs. Szerintem az a legjobb ebben a trükkben egyébként, hogy teljesen
más, a néző számára más metódussal, illetve más varázslási módszerrel tudod megjelentetni a három kártyalapot. A trükk legelején így megjelentettem a pick ászt, a kettest és a hármast. Na nézzük, hogy kell megjelentetni így három darab kártyalapot. A lényeg, hogy a pick ászt képpel felfele rakod a csomag tetejére, majd rárakod a hármast, illetve a kettest pontosan ebbe a sorrendbe. Ami történik, hogy a pick ász fölött, a két lap alatt kell tartanod egy breaket a kis ujjaddal, tehát hogy ott be tudjál nyúlni majd a jobb kezeddel. Ami szükséges ez a mozdulathoz, az nem más, mint a csettintés képessége. Ugyanis az történik, hogy megfogod a két lapot nagyjából egybe, és csettintesz egyet, ezáltal a kettő lap szétválik. Ez olyan, mint a snap change-nél, amikor így megpöcköd, és az egyik kártyalapot lehúzod a másik kártyalapról. Csak itt most nem kvázi átváltoztatni akarjuk a két kártyalapot, hanem csak szétszedni. Miután ez megvan, utána jön a szép része, a kis flourish, hogy jó sorrendben legyenek a kártyalapok, amikor ki fogod őket cserélni. Ugyanis a hármast, ahogy megcsettinted, jön hátra, és be fog akadni a gyűrűs, illetve a középső ujjad közé. A másik, a kettes, az pedig a mutató és a hüvelykujjad között van. A csere pedig úgy néz ki, hogy a hüvelykujjaddal ráfogsz a gyűrűs ujjadra, és a mutató ujjaddal pedig összefogod a középső ujjadat, és így ki tudod cserélni a két darab kártyalapot. Mutatom még egyszer, tehát szépen lassan megvan. Átfogsz. Tehát igazából a középső ujjadat és a hüvelykujjadat cseréled ki, és a középső ujjaddal fogsz ráfogni a mutató ujjadra, a hüvelykujjaddal pedig a gyűrűs ujjadra. És ezáltal a két lap meg fog cserélődni, miközben kinyitod, és így lesz pontosan sorban. Ez természetesen egyáltalán nem szükséges ez a mutatványhoz, de szerintem egy tök jó kis megjelentetése a három kártyalapnak, hogy egy csettintésre megjelenik mind a három. Ha négy lapot szeretnél megjelentetni, akkor igazából kell még egy kártyalapot ráraknod az ászra, és azt pedig breaket tartani alatta, és lehúzni a csomag elejére. Mert akkor ez pontosan úgy fog kinézni, mint hogyha egy szemvillantásra minden négy kártyalap meg tudna jelenni. Nyilván itt négy egyforma kártyát kéne, mondjuk négy ász, négy királyt, vagy mondjuk ásztól 2-3-4-ig, de valójában bármelyik négy kártyalapot meg tud jelentetni. És akkor ott annyi a sorrend, hogy van egy-kettő kártyalap, ott van egyszer egy break, ezt megfogod, közben, miközben elkezded csinálni a mozdulatot, egy kicsit kifordítod ezt a bal kezedet lefele, megcsinálod ott a breaket, és ez mutató ujjaddal lehúzod a legfelső kártyalapot. És mindez szimultán működik, ami kvázi így néz ki. És így egyszerre megjelent, bam, az összes kártyalap. Hogyan fordítjuk meg a legalsó kártyalapot? A legegyszerűbb szerintem az, hogyha ezt mondjuk egy ilyen kezdő mutatványnak használjuk, és már mielőtt megcsinálunk a trükköt, meg van fordítva, és így van belerakva a dobozba, ezért amikor kivesszük a dobozból, akkor láthatóan mindegyik kártyalap egy irányba áll, de nekünk már itt van a titkos kártyalapunk. Na de, mi van akkor, ha tombolnak a barátaid, hogy szeretnék megmutatni ezt, hogy szeretnék, hogy megmutasd ezt a trükköt, és nem tudsz ellenállni nekik, és meg kell mutatnod ezt a hihetetlenül fantasztikus mutatványt, akkor ki kell találnod, hogy fordítsd meg a legalsó kártyalapot észrevételük nélkül. Ezt valahogy így mondják, azt hiszem. Na, de ilyenkor sincs semmi baj, ugyanis annyit kell csak csinálni, hogy megpróbáld elterelni a figyelmüket, és az alatt megfordítod. Szerintem a legegyszerűbb az, hogyha egy ilyen buckle mozdulattal elkezded megfordítani a kártyalapot, ami azt jelenti, hogy a mutató ujjaddal, a bal kezed mutatójával meghúzod a kártyalapot alul, ezáltal itt egy irdatlanul nagy rés lesz. Átfogsz a jobb kezeddel, méghozzá úgy a csomagra, hogy a hüvelykujjad megy ehhez a részéhez, és akkor itt lesz egy ilyen rés a legalsó lap és a csomag között. Utána bal kezeddel benyúlsz, és óvatosan, miközben meghúzd ezt a csomagrészt, feljebb emeled, így, meg tudod fordítani a legalsó kártyalapot, és visszarakni. Most ezt nyilván nem úgy fogod csinálni, hogy odamész, hogy figyelj, nézd, mert most nem csinálok semmit, és közben megfordítod, hanem mondjuk, mintha mondjuk arrébb tennél valamit, egy kis tárgyat, arrébb akarsz tenni, vagy éppen meg kellett, hogy valaki figyeljen valamerre, és meg kellett, mit tenni, mondjuk őt szeretnék, téged meg kell, hogy nyújtsd ki a kezed, és akkor szépen lassan átveszed. Tehát valamilyen értelmet kell adni a mozdulatnak, hogy miért van az, hogy egyszerre itt van ebbe a kezedbe a csomag, aztán meg ebbe. A mozdulat szerintem kvázi szinte észrevehetetlen, ha ügyesen tudod csinálni,
mert nem erre figyelnek, nem érzik azt, hogy megfordítottad a legutolsó kártyalapot a csomagban. Szóval, ahogy láthattátok, ez a trükk egy kicsit összetett, de szerintem tök jó hatása. És pont ez az erőssége, hogy relatíve három különböző módszerrel és a néző számára egyre nehezedő módszerrel találjuk meg a három kiválasztott kártyalapot. Itt nem feltétlen kell mondjuk a ász, kettes, hármast használni, lehet mondjuk ez három nézőnek a három kártyalapja, amit megtalálunk. Tehát igazából ebben a trükkben végtelen mennyiségű fantázia van, és csak a ti képzeletetek szab határt neki. Természetesen, remélem már mondanom sem kell, de erre a trükkre is hatványozottan igaz az, hogy gyakorolni, és gyakorolni kell, mielőtt bemutatod. Csak akkor mutasd be bármilyen trükköt, amikor már teljesen biztos vagy a tudásodba. Ne legyél ilyen YouTube huszár, hogy jaj, hát láttam a trükköt a neten, és akkor 3 perc múlva már megyek országos turnéra, hanem igenis legyen benned alázat, gyakorold, tanuld meg, teszteld, és hogyha már tényleg úgy érzed, hogy ez jó, ez működik, csak akkor menj és akkor add elő az embereknek. Ha tetszett nektek ez a rész, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, kövessetek Facebookon és Instagramon. Ha van bármilyen kérdésetek akár ezzel, vagy bármelyik másik trükkel kapcsolatban, írjatok a hivatalos YouTube csatornámra. Én Németh Gábor vagyok, sziasztok! Nézzük, mi a különbség a kezdő, az amatőr és a profi között. Most megmutatom nektek, hogy mi a különbség a kezdő, amint én vagyok. Soha nem támad a kamerát.